Ugye már egy órán lett hosszabb, nem lesz, hogy megint beszélsz. 40 perc. Hát, ez bőven. Hosszabb véges. Igen. Jó napot kívánok, szervuszok, szeretettel köszöntök mindenkit. Gondolkodó páklatlan szövetsége, GPS, 8 ifjú hölgy alapított, amik én magam, azzal a reménnyel, hogy tudunk valamit segíteni a civil szervezeteknek abban, hogy szakértőkkel a hátuk mögött valami sikeres dolgot tudjanak ebben a nehéz magyar társadalomban a többségnek segíteni. A pártokról most nem beszélünk, mi a civilekben hiszünk, hogy meg tudják mozgatni azokat a milliókat, akik most reményvesztetten ücsörögnek, és azt gondolják, hogy nincs tovább. Több előadásunk és fórumunk volt már itt a VDS székházában, és most a kultúrára került a sor, ami mindnyájunknak nagyon fontos. Minden rendezvényünket József Attilára emlékezve kezdünk, ez ma sincs másképp. Eddig Papp János mondta verseket, vagy Garbó Balázs, most Merényi Juditot hallgassuk meg. Az illetosztal el, csinálj vele, amit akarsz. Én nem tudok más tenni, és nem fáj nekem semmi, 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 csak akarom. Mert nem öleltem. Oly fényes az még, mint új lakcipő, és lábad mindjárt vonalára szabták, de ruganyos, mint fürge gumilabdák, és mint a spongya, mely tengerben ő. Két fájó karval nyújtom most fel néked, és várat barna szóval arra kérlek, ha elkiporsz is hüvet, harmatos, ha elkapott a laktopánka egyszer, és ki megfordozza, nem terem oly mester, az utcasárba, akkor sem. Váradi Julit, a kiváló rádiós kértük fel, hogy ezt a mai délután vezesse és moderálja. Egy kicsit átrendezem a tervet, bocsánatot kérek ezért mindenkitől. Kihúzom a széket, szeretném látni mindenkit, amiről beszélgetek. Bocsánat. És lenne még néhány technikai közönk a nagyon szeretnék, hogyha ennek a mai beszélgetésnek lenne valami nyoma. Ezért én elhoztam ezt a hihetetlen felvevő készülékemet, és a jelenlévőket, akiket szeretettel üdvözlök, arra fogom kérni, hogy mielőtt elkezdenek beszélni, valahogy szervezzük meg, hogy oda kell hozzájuk ez a kis felvevő, hogy meglegyen közelebbről is az, amit mondanak, aztán hogy ezt szépen viszont jól várni. Minden rossz, aki vagyok, csak a jót vagyok benne. Én nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy engem kértek föl Erdélyig erre a moderálásra. Én nem vagyok bőlemünk az ifjú női csapatnak, de nagy kedvel figyelem, hogy ők mit tesznek, és abban reménykedem, hogy van ennek igazán értelme, még akkor is, hogyha mostanában elég kevéssé vagyunk optimisták mindenféle dologgal kapcsolatosan. És amiért ma itt vagyunk, az ugye az egyik jelentős tényezője a rossz kedvünknek, én legalábbis így fogalmaznék, a kultúra jelenlegi állapota. Mindazonáltal nem azért jöttünk ma itt össze elsősorban, hogy panasz délutánt tartsunk, és hogy mindenki elsírja a bánatát azzal kapcsolatosan, amivel ő foglalkozik, mert mindjárt végigveszünk, hogy ki mivel, hanem sokkal inkább azért, hogy rögzítve a tényeket, rögzítve a sajnálatos dolgokat, rögzítve a helyzetet, elkezdjük együtt gondolkodni, eléggé jelentős tudású embereket sikerült már meghívni, velük és esetleg a közönséggel is a végén, hogy merre lehetne mégis csak tovább indulni, van-e valahol egy ösvény, egy út, egy esetleg egy távolság, amelyre nézni kellene, ahhoz, hogy amikor majd legközelebb újra a kultúrára lesz szó, akkor már
ez lenne a mai beszélgetési cél, nem akarom hosszahúzni a szót. Még egy technikai kérdésem, ez most már effektíve az időbeosztást illeti. Nagyjából egy órát számunk el a mai beszélgetésre, és mivel 7 emberül itt, ha jól számolom, rajta kívül az asztalnál, ezért mindenkinek nagyon rövid idő fog jutni, lényegbetörően és összefoglalóan kellene majd fogalmazni. Előre bocsátom, hogy én 3 körben szeretném a mikrofont továbbítani mindenkinek, és mindenre mondom az első kör. Azt szeretném, hogyha akik rámutatok, egymás után nagyjából fölvázolnám, hogy az a terület, amelyeket ők a legközelebbről ismernek és a legjobban látnak, hogy az az elmúlt 1-2, akár 3 évben honnan hova jutott el, tehát most mi a helyzet, és a romlás, ha van, feltételezem, hogy van, mert nem akarom előre bocsátani, akkor annak is nagyjából fel kéne vázolni az okát és a következményeit. Kezdeni a Radnóti Sándorral, annál is inkább, mert Radnóti Sándor az, aki azt hiszem, hogy az egész kultúra helyzetére rálátva az elmúlt időben többször is megfogalmazta, hogy ő hogyan látja a mostani politikát, a jelenlegi ország döntéshozói, az ország jelenlegi döntéshozóinak kultúrához való viszonyát, és egy nagyon fontos mondatot már többször is idéztünk tőle, amit azt hiszem, hogy elfogadnak mindannyian, hogy ugye arra készültünk, hihetten, hogy majd itt lesz egy nagy kultúrharc, amikor ez a mostani kormány hatalomra került. Sándor pedig egész pontosan elmagyarázta nem egy eszélyében, hogy nincs kultúrharc, mert egy kultúrharc az két fél kell. Itt csak egy fél van, akik a kultúrát képviselik, a másik fél az nem harcképes, hanem csak támad. Sándor, esetleg pontosít, amit én rosszul idéztem. Igen, tehát az állítás egyszer, lehet hallani, igen, gondolom. Az állítás egyszerűen annyi, hogy ellentétben az első Fidesz kormánnyal, aminek nagyon határozott kultúrpolitikai törekvései voltak, nemzeti színházat, nemzeti filmeket akartak csinálni, és mindenféle nagy elképzeléseik voltak. Valószínűleg azért, mert elvesztették a választást 4 év után, és rájöttek arra, hogy nincs pragmatikus értelme ezeknek a nagy terveknek, ezért lényegében lemondott a kultúráról. Ez alapvető meggyőződésem, hogy lemondtak a kultúráról. Tehát ez nem jelenti azt, hogy ne lennének kulturális mozgások, nem jelenti azt, hogy azok a régóta elégtételt kereső írók, akik úgy érzik, hogy most érkezett el az ő idejük, azok nem képzelegnek például, mint ahogy ez most általánossá vált kettős kánonról, szembeállítva mondjuk a szabadságelvűséget a közösségelvűséggel, szembeállítva a szövegirodalommal, a referenciális irodalommal és hasonlókkal. Ezek tökéletesen értelmetlen, noha már erősen dogmatizált ellentétek. Kétségkívül vannak ilyen mozgások, és bizonyára más területein is a kultúrának. Például egy filozófus, ebben a filozófus botrány idején a Hír TV-ben egy nagy interjút adott, és ebben az interjúban lényegében felajánlotta a szolgálatait, hogy ő meg tudná alkotni a jelenlegi rendszer filozófiáját, és nagyon, miután egy hihetetlen éles elmélyű ember, világosan rátapintott a lényegre, nevezetesen arra, hogy elég ebből az egész egyenlőség gesdiből, a lényegében a felvilágosodás óta fennálló egyenlőség eszméből, ugye a amerikai függetlenségi nyilatkozat szem szavaiból, elég ebből, nincs egyenlőség, ebből kell kiindulni. Azt hiszem, hogy nyugodtan kimondhatjuk a rendben. Miriános Kristóf. Tehát vannak ilyen belső mozgások, és ezeket figyelhetjük, és nyilván sok szó esik majd ebben az órában. De mégis a lényeg az, hogy valódi kultúrtámogatás nincsen, léteznek kulturális álmok, amelyek mögé nem tesznek pénzt, tehát tökéletesen komolytalanok, mondja akár egy kiváló költő, Szőcs Géza, akkor is tökéletesen komolytalanok. Például veled hallottam egy interjúját, amelyben
fantasztikus álmokat vázolt fel, tökéletesen komolytalanul. Tehát ebben az értelemben nincs kultúrpolitikája a jelenlegi adminisztrációnak. És ha egy két szót még mondhatok a saját területeimről, akkor... Akkor azt mondhatom, hogy én egy doktoriskolát vezetek az ELTE-n, pontosabban a filozófiai doktoriskola esztétikai alprogramját, és a doktoriskolák a következő évtől olyan elképesztő tandíjat kell majd a doktoriskolásoknak fizetni, hogy egészen nyilvánvaló, ebben az évben még felvehetünk doktoriskolásokat, jövő évben ezzel az elképesztő módon megemelt tandíjjal nem lesz ember, aki jönne a budapesti ELTE doktoriskoláira, mert nem lesz drágább valamelyik külföldi egyetemen doktorátushoz jutni. Ez mondjuk egy példa a sok közül. Még egy dolog a kérdésztelek, Sándor, amit ugyancsak a te írásaiban olvastam, hogy az, hogy nincs kultúrpolitikája ennek a mostani kormánynak, ez csak az egyik része a jelen nyomorúságának, de azt lehet észlelni, hogy ők annyira nem tartják fontosnak a kultúrát, hogy még a saját köreikhez közel álló embereket sem támogatják, azoknak sem vannak lehetőségeket igazán, tehát arra lehetett volna készülni, hogy legalább lesznek olyanok, akik majd az ő oldalukra ember képviselik a kultúrát, valamiképpen azok is háttérbe szorulnak. Ugye ezzel egyébként ezt meg ezt valami is mondani. Jó. Menjünk aztán sorba egyszerűen. Viktor Máté, aki a zenei tanácselnökeként és egyébként meg zenészként és a zenei életet nagyon közelről ismerő szakemberként is el tudja mondani, hogy mi a helyzet ma Magyarországon a komoly zenével, esetleg a könnyebb zenével, a jazzszel, de ugye egyáltalán a zenei élet milyen helyzetbe került, változott-e sokat, romlott-e, vagy esetleg javult-e? Hát nagy előadást kéne tartanom, mert azért a zene hihetetlen összetett dolog, szóval ha megmondjuk, hogy mi minden tartozik a zenekultúrához, hát a teljes vertikumú oktatás, a zeneoktatástól a egyetemi doktori képzésig, a műfaji tagoltság, ahogy te is pedzetted, hogy van jazz, de hát még van 38 féle alapműfaj, a kereskedelmi és ipari háttér, ezek mind alapvetően befolyásolják a zenekultúrát, úgyhogy ezekről külön-külön is lehetne beszélni. Nagy általánosságban azt tudom mondani, hogy hát a zene ugyanezzel küzd, hogy a társadalom szervezői, irányítói érdeklődésének homlokteréből ez is kiesett. Nem fontos. Ez mivel kívánulnak konkrétan kézzel? Hát gazdátlanná vált. Gazdátlanná vált. De azt kell mondanom, hogy ez nem egy friss folyamat, szóval ez nem most kezdődött el, hanem tulajdonképpen a rendszerváltás óta folyamatos küzdelem folyik azért, hogy a zenekultúrát hogy tudjuk működtetni. Strukturális változások folyamatosan érik ezt a területet. A finanszírozás 20 éve rendezetlen, tisztázatlan. Ugye hát mivel lehet finanszírozni? Lehet állami pénzből, lehet a jegybevételből, és lehet mecenatúrából. Na most ebből a rendszerváltáskor azt gondoltuk, hogy a majdnem kizárólagos állami finanszírozásból áttérünk egy ilyen többállamálló rendszerre. A jegybevételeket nem lehetett eléggé abban a tempóban növelni, ahogy ez kellett volna. A mecenatúrát meg nem sikerült csábítani, nem sikerült számunkra vonzóvá tenni. Az első ilyen próbálkozások a filmtörvény kapcsán voltak, és aztán az a 2008-as előadó művészeti törvényben voltak ilyen elemek, amelyek ugye adókedvezményt adtak a művészeti szervezetek támogatóinak. Ez is sokat segített például Én nagyon boldog voltam, mert ez volt az első olyan lépés, amely tényleg egy ilyen piacgazdaság működéséhez illeszkedő kultúrafinanszírozás felé terelte. Ez nem volt, de ez létezik.
ez létezik. Csak rossz hangok vannak, amelyek szerint elképzelhető. Létezik ma is, de nagyon jellemző, hogy ugyanezt, mivel hogy bevált, kiterjesztették a sportra, legalábbis a látvány sportokra. És innentől kezdve, aki valamit támogatni akar, az a sportot fogja támogatni, és nem a művészeti szervezeteket. Úgyhogy látványosan vissza is. Nem, hogy még egy kérdést azért feltennék ehhez, mert én legalábbis abból indulnék ki, hogy nem feltétlenül kizárólagosan a finanszírozás lehet a probléma, akkor, amikor a kultúráról elfeledkeznek egy országban. Ennél súlyosabb a helyzet, akkor, amikor nem foglalkoznak, nem törődnek olyan dolgokkal, amelyekkel törődni kéne, közvetítések külföldre, vagy olyan embereknek a jutalmazása, díjazása, felismerése, bemutatása, és itt valakinek erre szükség lenne ahhoz, hogy folytatódhasson az a sorozat, amely korábban olyan jelen szokott. Hát erre mondom azt, hogy gazdátlan nem lehet a terület, legalábbis az állami gazdaságban. Igen, részben az, hogy ugye az állami gazdaságban a szakapparátust leépítették. Régen volt a minisztériumnak még zenei osztálya is. Most nincs, egy előadó van egymagában. Nincs zenei szakember. Azért is gondoltuk, erre számítva már ezelőtt 22 évvel, hogy bizony a civil szervezeteknek kéne azt a szerepet átvenni, a szakmai részvételt a társadalom igazgatásában, irányításában, kulturális területen. Ezzel is szerveztük meg a zenei tanácsot az egyszerűen. De sikerült, megvan a zenei tanács. Csak hát nincs meg az a funkciója, amit szántunk neki. És hogy mennyire gazdátlan, szóval az zenei tanácsnak véletlenül én vagyok az elnöke, én írtam levelet államtitkárnak, államtitkár helyettesnek, soha egyetlen egy levelemre az elmúlt évben semmiféle választ nem kaptam. A minisztertől sem. A miniszternek az egyik levelemre a titkárnője válaszolt, hogy türelmet kér, de hát ez tavaly júliusban volt, tehát még tart a türelmet. Tehát egyszerűen értem, mert nem is állnak szóval a civil szervezetekkel, nincs szükségünk a szakmai segítségre. Miközben nincs apparátusuk, amelyik viszont a szakmai munkát ellátna. Még József, aki sok minden egyéb ügyben is meg szokott szólalni, írni és figyelni, de talán a legfőképpen itt most a képzőművészet magyarországi helyzetéről foglalkoznám, mert hogy a kiállításokat, kortárs művészetet nagyon közelről ismeri, és mert azt hiszem, hogy mint kritikus is, meg mint a téma szakértője is, azt nagyjából látja, hogy kezeli a mai hatalom, a döntéshozás, azt, ami Magyarországon a képzőművészet területén történik. Én nem tudom egyébként, hogy nagyon nagy változás történt ebben az ügyben, mert az én benyomásom szerint ez mindig is most a terület volt. Igen, először reménykedtem, hogy a futballt fogok mondani, és akkor még... A futballról is beszélhetsz, de azt akkor meghívunk egy másik felére, nem, meg utána valamelyik tanul, ezer egy éjszakában van az a mese, amikor egymás után bizonygatják a szereplők, hogy én vagyok a legszerencsétlenebb, de szerintem én vagyok a legszerencsétlenebb. Mert hogy minket tehát a képzőművészetet, illetve a múzeum ugye, mert hogy ez elválaszthatatlan azért a kettő egymástól, szóval ezt már az előadó művészeti törvény, meg a filmtörvény is sújtotta, hogyha ezen a vonalon maradunk. Tehát ott már elszívódott kicsit a levegő a vizuális művészetek elől, a látvány sportágak pedig még sokkal jobban kihúzták alul a talajt, tehát most már tényleg effektívek, kb. 2009 óta a Török Andrásék megjelentettek egy könyvet, akkor vagy utána az Önzés iskolája címmel, ami a kultúra finanszírozására, a magánfinanszírozására vonatkozik, egy kiváló könyv, abban is szépen statisztikával kimutatódik, hogy 2007-től kezdve megy lefelé a támogatás, és 2009-től tulajdonképpen meg is törlik az egész. Úgyhogy ennek a legnagyobb vesztese azt hiszem a képzőművészet és a vizuális művészetek. Az, hogy nem történt nagy változás, ezt nem tudom aláírni. A legnagyobb változás talán éppen így történt, hiszen vagy történni fog az elkövetkező hónapokban, mert hogy a megyei múzeumoknak a rendszere éppen a megroppanásban van,
Úgyhogy nem tudom, hogy meddig fogják bírni, de egyre rosszabb megoldásokat lehet hallani. Így közövetek valamit, jó, hogy Barbás Négyből azért van itt, hogy majd erről egészen konkrétan is lesz. Ilyen nyugodtan szólj róla, csak hogy én most leginkább arra gondoltam, hogy a vizuális művészetet, mint olyat, ahogyan néznek, hogy szemléli. Könnyebb lenne a helyzetem, ha itt is lenne már egy jó kis felosztás és könnyű művészet és komoly művészet lenni, mint a zenében. Van ilyen szerintem. Próbálkoznak, igen, voltak próbálkozásokra. Szóval itt is azt hiszem, hogy most jön a neheze. Tehát az elkövetkező egy év az döntő jelentőségű lesz abból a szempontból, hogy egy rövidebb pályán, tehát mondjuk 2-3 éves táblatban vagy 5 éves táblatban, aztán nem tudom, hogy meddig, milyen sorsa lesz a kortárs képzőművészetnek. Ez attól függ, hogy a Magyar Művészeti Akadémia például milyen gyakorlati hatalmat kap. Tehát az, ami benne van az új alkotmányban, az alaptörvényben, ha azt teljesen faltól falig kihasználják, akkor a nemzetközi értelemben, vagy a valódi kortárs művészeti értelemben a magyar kortárs művészetnek ugyanolyan sorsa lesz, mint mondjuk 1948-tól. Hát mert mondjuk egy olyan siker előtt állunk a nyáron, lesz egy nagyon nagy kortárs művészetünk, meg sosem volt ekkora sikere még nemzetközi szinten. A Kasszeri dokument, amit 5 évente rendeznek meg, ez a legnagyobb képzőművészeti seregszemle kortárs, hát több magyar résztvevő lesz, még nem lehet elárulni, mert titok az egész, hogy hány, de lesz magyar, több magyar résztvevője lesz, ugye eddig összesen 1955 óta rendezik meg ezt a rendezvénysorozatot, azóta összesen egy ember volt meghívó. Lehet, hogy lesz kettő? Kettő plusz még egy-két dolog lesz, tehát ez egy óriási siker. Na most erre például a hiába folyamodott az egyik művész a miniszteri kerethez, mert nem kapott támogatást, pedig ráfért volna. Úgyhogy ha ezek a tendenciák folytatódnak, és ezek sem lesznek fontosak, ezek a világról szóló események sem lesznek fontosak a kormányzat számára, akkor eltűnik, illetve újonnan kell elkezdeni egy csomó mindent. Azt hiszem, hogy ide tartozik néhány olyan konkrétum is, amelyekre érdemes utalni, és kíváncsi vagyok, hogy te ezt hova helyezed. Ilyen például az, hogy a műcsarnok valójában működik, ugye olyan ültetek vagy állítottak az élére, aki látszólag nagyon remekül csinált korábban egy múzeumot vidéket a Debrecenben. De hát nem nagyon látszik most, hogy a műcsarnokban bármi komoly dolgok történnek. Ugyanez a helyzet a Szépművészeti Múzeumban, amelyen csodálatos dolgok történnek, ugyanek azt halljuk, hogy össze akarták volna vonni a várban lévő nemzeti galériával, ez pillanatilag nem fog sikerülni évtizedek múlva, talán meg nem tudjuk mikorra. Tehát csupa ilyen félig megoldott, vagy megoldatlan helyzet. Azt hiszem tovább mennék még a Velencei Biennáléig is eljuthatnánk, mert az is egy jelentős és látványos dolog, amiből meg lehet ítélni, hogy Magyarország mennyit ad arra, hogy külföldön hogyan látják. Csak én is ezt a három dolgot, hogy te mit gondolsz róluk. Nagyon-nagyon jó kérdések. A műcsarnok jelenlegi programjában nem is maga a program a legnagyobb probléma, hanem az a szellemi környezet, ami mondjuk a 2010-ben kinevezett igazgatónak, a 2011-ben kinevezett igazgatónak a statementjeiből, vagy állásfoglalásaiból lejön, tehát ez a új kánon megteremtésének gondolata, amit már Sándor is megfedzett. Én egy kicsit a 80-as évekből visszaírva érzem magam a műcsarnok kapcsán, tehát akkor még a fénykora előtti Mérai Katalin próbált meg hasonló módon helyezkedni és politikailag magának egy kicsit nagyobb szabadságpokokat vagy tereket kikönyökölni. Nagyjából... Ez is sokan nagyon haragudának, ha meghallgatnánk, hogy most mondanak. Hát jó, akkor haragudjanak. Azt gondolom, hogy a helyzet hasonló, nem mérné össze a Mérai Katalinnal a Gulyásdrágot, de a helyzet nagyon hasonló, tehát ugyanazok az érzések vannak bennem, ugyanazok a függések, ugyanaz a politikához való idomulás vagy nem idomulás, amit a szakmai kérdések átérve szólnak. A
A Szépművészeti Múzeum és a Nemzeti Galéria egyesítése, azt gondolom, hogy az ötlet maga, ugye már itt van, leveg egy pár éve a levegőben, válaszolnak az ötlete. Lehetne volna vitatkozni, de valószínűleg csak az egész múzeumnak az összefüggésében. És ezt elfelejtette a kormányzat ezt a vitát lefolytatni, helyette egy diktátum nyomán elkezdte az egyesítést, aminek a végkimenetele teljesen kétséges. Tehát az, hogy most a IMF-el és az EU-val folytatott tárgyalások vagy nem tárgyalások során ez a kérdés hirtelen eltűnt a magyar napirendről is, az egy érdekes jelzés, tehát hogy nagyon függünk attól, hogy még ez a furcsa döntés is nagyon függ attól, hogy kapunk-e pénzt az EU-tól, vagy nem. Szerintem nem fogunk rákapni. Csak egy mondatra, milyen állítva, aztán tényleg így tudom az időből, és én fogok rosszul szervezni. A Biennáli egyelőre ugyanúgy működik, mint eddig. Nem tudok róla. Annyit tudok, hogy a Biennáli irodának az eddigi vezetőjét, vagy programvezetőjét, azt a Vélas Gábor elmondott neki. Tehát, hogy nem tudom, hogy fog megszerveződni az idei építészet. Biennálé lehető, meg nem nincsenek. Lehet, ez Biennálé. Lehet, hogy ez a pavilonban vagy a kérdésre. Jan és Attila, kapja most a mikrofont is, meg a szót is, de itt hadd megyek egy megjegyzést, hogy valamilyen félreértés folytán Tarth Bélához nem jutott el, vagy nem tudom, lehet, hogy ő nem emlékezett rá, de őt is meghívtuk. És most szomorúan felhívott, hogy ő szívesen jött volna, de valamiért nem tudta, hogy most elmenje. Viszont nagyon örülünk, hogy Janis Attila elfogadta ki ráadásul, hogy megtudtam, hogy egész nap tanított három osztályt, és ott mondott el mindenféle fontos dolgot. Most ne taníts, csak mesélte, hogy milyen helyzet ma ebben a pillanatban szerinted, hova jutott a magyar film, és majd aztán később beszélünk róla, hogy még jutott el próbálkozva innen. Ez is egy nagyon jó kérdés, valószínűleg. Tehát azt gondolom, hogy mi lenne a legfontosabb ahhoz, hogy egy normális kultúrpolitikát lehessen vinni, ami hiányoznak műveltség, ízlés és nagyvonalú szemlélet a kultúráról. Nem azért mondtam, mert egy másik szokásra kapcsoljunk, most nem kapcsoljunk. De ha bármely kettő megvan, akkor esetleg van esély arra, hogy működjük. Ezt furcsapódó fölértékben lődik acéleltárs működések, különösen a filmek vonatkozásában. Soha nem gondoltam volna, bár én nem abba a korba születtem, hogy valaha úgy fogok oda nézni, hogy nem csak milyen nagyszerű filmek születtek abba a korba, amiről egyébként tudjuk, hogy nagyon erősen meg volt erőszakolva bizonyos szempontból. De talán a műveltség és az ízlés az működött, ha nagyon nagy gondolkodás nem is. Most sokan nagyobb a hiány, és lehet gondolkodni azon, hogy melyik kettőnek a kombinációja a rosszabb, mert a harmadik mindenképpen hiányozni fog. Visszautalok a Szőcs Gintának, amit Sándor említett, mert éppen volt egy másik ilyen megbeszélés, ahol a Szőcs Gint azt tudta mondani, hogy ő nem hozott létre szervezeteket, mondjuk filmtámogatásra gondolván, nem épített irodaházat, hát hiszen ő költő, tud ő olvasni, úgyhogy begyűjtött a forgatókönyveket. Na ez az, ami körülbelül nem működik. Tehát ez az asztali korszak emlékeztető. A másik, ami a kultúrpolitikát befolyásolja, mondjuk a jelen politikai érába, hogy minden félelmetes, amit nem ismerek. Tehát minden veszélyes. Tehát a kultúra effektíve veszélyes. Ezt azt gondolom, hogy pont 2001-ben a filmesek bizonyították, mert 2001-ben történt az első kísérlet arra, hogy valahogyan ezt a nagyszájú, akkor még eléggé összetartó társaságot, akik ráadásul egy városba koncentrálódnak, tehát Budapesten, egy színházi vonatkozásból például, de ezt a Tamás elmondja, hogy sokkal nehezebb ezt koncentrálni a színházi alkotókat egy közegén, mert ugye számos városban szét vannak szorva, és akkor ott mindenki maga keresheti azt a helyzetet, amiben meg tudja találni a maga lehetőségeit. A filmesek egyre vannak, tehát nagyon könnyű volt 2001-ben egy mozdulatot tenni, és hát ez pont a kormányzati szakasznak a végére esett, és hát nagyon nagy volt a sajtó, nem ragozom tovább. Volt még egy érdekes dolog, ami az egészen vonatkozik, hogy én azt hallottam, hogy az Orbánéknak a legmeglepőbb az volt, hogy amikor 2002-ben vesztettek, hogy látszok, milyen gyorsan helyreállt minden azok után, a kezdetleges változások után, amiket Sándor éppen említett. Tehát amikor még a kultúrában még második próbáltak be a
azt a következtetést szőtték le, hogy nem ásnak elég mélyre. Na most ennek vagyunk a tanulói, amikor mélyre ásnak. Ami mit jelent? Egy totális elitváltás zajlik, tehát le van cserélve mindenki. Természetesen bizonyos területek, ugye nem ismerek minden területet, de a finom területén volt egy 100%-os törvény 2001 után, 2002-ben, amit a parlament 100%-ra elfogadott, aminek volt egy progresszív támogatási menete, mostanra 15 milliárdnak kéne lenni, körülbelül ebből lehetne egyébként ezt az ágazatot nem játékfilmekre készíteni, mert ez egy ágazat, amiben benne feltartozik az oktatás, a sajtó, a filmkészítés, a dokumentumfilmek, a nem tudom, hogy kicsoda, a fesztivál, stb. Tehát egy egész ágazatról van szó, amit lehetne működtetni. Természetesen az előző kormányzatra se jutott el erre a szintre, mert a kultúra mindig egy kicsit drága, ráadásul a filmkultúra nagyon drága, mert nem lehet ingyen filmet csinálni. És ezért most létrehoztak ugye egy új támogatási rendszert, kimondták, tehát onnan kezdődött a dolog, erkölcsileg, ugye ezt hallottuk a kormányváltás után, hogy minden szekrényből csontváztak estek ki. Tehát ami azt jelentett, hogy mindenütt bűnös az emberek voltak, akik ellopták a pénzt, a licsaszára, akik oldásra tudják. A filmeseknél is ez történt, kiderült, hogy az alapítványnál csak tolvajok ültek, akik ellopták a pénzt, egyébként filmek nem készültek, siker nem volt, ami mélységesen nem igaz, hiszen számos generáció indult el, új generáció, fiatal generáció pont az alapítvány idejében. Ezek a generációk jelentős sikereket arattak. Nem beszélünk, hogy az onnantól kezdve folyamatosan létrejött sikereket felsőlük, mert az jelent, hogy azt néznek, hogy az alatt az idő, amióta ilyen módon elitváltás következtében átalakult minden, ami a filmfinanszírozásra, meg egyáltalán kultúrfinanszírozásra vonatkozik, hogy azóta mi történt, tehát hogy tényleg elhallgatnak filmesek, hogy leállt a forgatások is igaz, és hogy mára azért valami talán mégis beindult. Tehát most mi a helyzet? Igen, tehát azóta, ez mondjuk három év óta gyakorlatilag azt hiszem az első film most forog, Szász János forgatja a Nagy Füzet című filmjét. Egyébként készültek filmek, amik nem tudni milyen finanszírozásból elég. A Figaro Benedeknek készültek. A Figaro Benedek külföldről szedte össze a pénzt. Igen, az is egy finanszírozás, amikor a végén átteszem az íjra a pontot, és mondjuk beszállok egy 100 000 forinttal. Igen, akkor nem szólhat bele az utolsó vágányba, tehát az első lényegében nagy vonalúan, vagy nagy mértékben innen finanszírozott film, az a Szász barátomnak a filmje. Abban az interjúban, amiben Sándor Utas Szőcs Géza nekem elmondta, hogy kiemelt néhány olyan nevet, akikre ő személy szerint úgy gondolta, hogy hozzá nagyon közel állnak, és nagyon fontos embereket ő biztos, hogy fog támogatni. Ezt így vállaltan elmondta egy nyilvános interjúban, többek között Szász János. Igen, ennek tanulói voltunk fönt a Remízbe, amikor még a film, tehát még a kormányváltás előtt megpróbáltunk kidolgozni egy lehetőséget arra, hogy föl lehet átvészelni ezt a mindenképpen bejövő váltást. Többek között Szőcs Géza vendégünk volt, aki elmondta a maga névsorát, korrektnek tartotta. Tehát ott másnak nagyon nem volt szó. Természetesen ez úgy tűnik, hogy ez a Szásznak lenne a problémája, ma náluk nem a Szásznak a problémája. Egyébként ez is hozzátartozik az Osz meg is uralkodjuk mellett, hogy azok a területek, ahol csak pénzre tudsz dolgozni. Tehát egy író meg tudunk írni egy könyvet, hogy nem jelenik meg, de a mű elkészül. Egy filmnél nem úgy működik, tehát a filmnél el sem készül a mű. Tehát nincs olyan korszak, hogy később jön valami, és bemutatjuk, és van nagyszerű lesz. Ha a filmet nem engedjük, akkor nem készül el. Tehát innentől kezdve természetes, nagyon nehéz azt elvárni a filmesektől, hogy ők valamiképpen összefogjanak. Tehát az egzisztenciális megfélemlítés, ami egyébként általános, az most is tart. Tehát azt gondolom, hogy addig korrekt, addig nem megyek az új emelethez, ami egyébként az alapítványnak a tükör paródiája, mert ugye az alapítványnak mindig azt mondták, hogy ott ülnek a kuratóriumban olyanok, akik érintettek, azok közben természetesen kimentek, de itt meg állásban vannak azok, akik érintettek. És amikor megkérdezed, akkor azt mondják, hogy egyébként miért nem ilyen volt, hogy fizetést kapnak, nem 3 hónapra, hanem nem tudni meddig. Tehát a második létrehoztak egy abszolút egyablakos rendszer. Tehát ami azt jelenti, hogy egy filmet nem lehet 150 millió forintból, két ember beszélget, ezt a jelenetet nem tudjuk leforgatni abból, nem hogy egy akciófilmet vagy egy versenyképes, amit Európában gyártanak, egyre nehezebb. Tehát a film tényleg nagyon sok pénzbe kerül, ehhez az kell, hogy sok helyről tudja összeszedni a pénzt. Esetleg az alapítványi rendszerben működött, hogy az OFTT-től, a Nemzeti Kulturális Alaptól, az alapítványtól is, nem tudom, honnan lehet
külföld felé menni. Ha magyar azt mondja, hogy utoljára szállott el, és nem az semmilyen papírt, hogy egyébként ő elkezdett, a külföld felé se lehet elindulni. Tehát óriási probléma, hogy pont egy progressziónak a kellős közepén lett ketté szerve ez az egész ágazat, és ami a nagy probléma a filmnél, hogy a filmet nem lehet egyedül csinálni. Tehát a filmrendező az egy ember, egyébként meg senki. Hogyha nincs mögötte az a 600 vagy 100 vagy 50, a film mértékétől függően az a mennyiségű szakember által, akik a filmet létrehozzák az ő irányítására. Tehát amit látod, Attila, hogy ennek mindennek következtében ebben a pillanatban a magyar film a világban esélytelen, vagy az nem, nem arra a jövőről most még beszélni, mert a következő körben, csak hogy most a jelen pillanatot rögzítve befejezve a mondatodat, hogy akkor most mi a helyzet? Ambivalens a dolog, mert létrehozták ezt az új finanszírozási műhelyet, ami egyébként nagyon bonyolult, tehát nem igazán szeretjük, mi létrehoztunk egy alternatív alapítványt, de ebből ugye ennek a műhelynek az élére meghívta az Orbán Viktor az Andy Bajnát, aki egy amerikai producer, tehát ő létrehozott egy amerikai stúdiót az amerikai szemlélet szerint, ahol a producer az úgy igaz, hogy most nem a saját helyzetből, de mellette van mondjuk a Habas Ágnes, akinek a szemlélete viszont egy abszolút európai szemlélet, aki ismeri a mi filmjeinket, de most ő tetteljük harca fogja eldönteni azt, hogy ebből a műhelyből mi fog történni, akkor is rossz van egy adatban, de lám csak milyen érdekes, hogy mégiscsak a száz finanszírozzák, mégiscsak elindulnak olyan ártfilmek, amelyek eddig is működtek, tehát azt is mondhatnánk, hogy nem történik igazán nagy baj. A baj az, hogy nincs egy esélyegyenlőség, nem tudni, hogy milyen módon döntenek, nem nyilvánosak a pályázatok, nincsenek meghirdetve, tehát hogy valami nem teljesen világos ebben a problémában. Ez a legnagyobb aggodalom. És akkor most fogom kérni Borbeteiket, hogy sajnálom, hogy az előtt rosszul neveztem, nem arra, hogy pedig megtanulom a lehetetlenem. Mi nem is megtanulom, mert pontosan tudom, hogy olyasmire foglalkozik Erika, ami már utalt rá mi József. Ugyanakkor egy kicsit messzebbről szeretném kezdeni, amikor Radnóti Sándor azt mondta, hogy vannak állók és nincsenek, nincsen hozzá pénz, akkor én nekem azt kell elmondani, hogy mi még a döntéshozók álmaiban sem vagyunk, nem hogy a pénzforrás lehetőségének a közelében. Ugyanis ez a közművelődési feladatrelátás igazából egy kicsit távol kerül a professzionális művészetektől a hétköznapjaiban. Nyilvánvaló, hogy a megjelenésében jelen van. Igazából azt tudom mondani, hogy akkor, amikor a társadalom állapotáról és a kultúra állapotáról beszélünk, ez egy rendkívül komolyan összefüggő folyamat, és ebben én itt elsősorban most a vidékre tenném a hangsúlyt, és azt mondom, hogy a közművelődési intézményrendszer elrólálódása igazából 2006-ban kezdődött el, amikor az önkormányzati választások után. Tehát akkor elkezdődött megszűnni a városi intézmények, kezdték összevonni a városi művelődési intézményeket, és akkor már tudtuk azt, hogy a kis településeken, az apropalmakban, az ezer éves szám körüli településeken gyakorlatilag esélytelenek az ott élők a helyben, a kultúra, a közösségi élet fogyasztására. Most azt tudjuk mondani, hogy gyakorlatilag a települések kétharmada mondható az, hogy ellátott szakemberrel és intézménnyel, ugyanakkor van egy 30% a magyar települések életében, akik semmiféle helyi kulturális lehetőséghez nem jutnak hozzá. Persze erre szokták azt mondani, hogy majd jönnek a civil szervezetek, de, és azt látjuk, hogy természetesen, ahol nincsen intézményrendszer a helyi kultúrának, ott nincsenek civil szervezetek sem, tehát ez a teljesen láthatatlanság állapota. Én azért ott kérdezek, amit bocsánat, hogy a két szeretném ezt megérteni, de lehet, hogy mások számára sem egészen tiszta, hogy az, hogy mi ma egy feladat egy közművelődési intézménynek, egy kisközségben, egy faluban, egy nagyobb helyen, egy városban, az tisztázott dolog, hogy 2012-ben mit kéne ezeknek az intézményeknek valóban csinálni, mert azzal a fejlővel művelési házak, ahol horgolást és páva énekegyüttest tartanak fel, és azok jövő esetleg filmet vedítenek egyszer-egyszer egy héten, de hogy igazából ezek hogy működtek, és
kérdés, hogy ami megszűnt, az kinek hiányzik igazán. Ezt én például nem tudom elég jól, lehet, hogy nagyon primitív dolgok éreztem. De azt gondolom, hogy mindannyiunknak hiányzik. Van egy felmérés, amelyben Európa országként összehasonlított át, hogy az emberek egyáltalán hogyan állnak a probléma megoldásához, és ezt Csepeli Györgyék fogalmazták meg, hogy vannak az úgynevezett cselekvők, vannak a szenvedők, és vannak azok, akik középen, igaz, mindig a problémákat fogalmazzák meg, de nem hajlandó cselekedni. Most én úgy gondolom, és nem csak én gondolom, hanem tudom is, hogy ez a lehetőség, hogy közösségekben vannak az emberek, hogy a közösségekben megtanulnak nagyon-nagyon sokféle mindent, megtanulnak kommunikálni, megtanulnak egymásra odafigyelni, megtanulnak problémát megoldani. Ez gyakorlatilag az életük más területén is jelentkezik. A statisztika nagyon érdekes, mert hogy Magyarországon a cselekvők aránya 10%, az észak-európai országokban ez az arány 70% fölött van. Na most ezzel párhuzamosan megnéztük azt, hogy a közművelődésben, a közösségi képzésekben, a művészeti csoportokban hányan vesznek részt ugyanezen országokban. El kell mondanom, hogy Magyarországon nem érni el a 4%-ot. Az előbb említett országokban pedig meghaladja a 30%-ot. Na most én azt gondolom, hogy ezért merem azt mondani, hogy ez mindannyiunknak nagyon-nagyon fájó dolog, hogyha a helyi közösség, a helyi együttműködése, a helyi kommunikáció nem alakulhat ki. Mert ugyan beszélhetünk arról, hogy ezek a művészeti csoportok, ugye, önmegvalósítók, hogy olyan értékeket képviselnek, sokszor nem is biztos, hogy értékeket képviselnek művészeti vonatkozásban, de hogy közösségi vonatkozásban rendkívül fontos értéket képviselnek, az mindenképpen fontos. Most azt kell mondanunk, hogy ebben óriási hiányaink vannak, és azt kell tapasztalnunk, hogy nem csupán a kis településeken szorul vissza ez a fajta közösségi, közművelődési tevékenység, hanem egyre inkább a városokban is visszaszorul. Tehát ez egy olyan folyamat, amit nekünk magunknak kell valahogy generálnunk, és még azt szeretném elmondani ehhez kapcsolódóan, hogy az intézetünkben Hunyadi Zsuzsáék által vezetett kutatásban pontosan az derült ki, hogy még a legkisebb településen is, ahol van közművelődési szakember, van működő művelődési ház, kultúra, ez teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, ott négyszeres eső, nyolcszorosa az aktivitás. Tehát én azt gondolom, hogy ez a folyamat, ami nem azt hiszem, hogy az utolsó két évben, mert nem is úgy van, hogy az utolsó két évben alakult ki, de ez egy nagyon komoly folyamat következménye, amivel igazából az az állításom, hogy a kultúra és a társadalom állapota rendkívüli mértékben összefügg, talán itt is kereshető. Nem kívánom túlozni a közművelődés szerepét, de ebben mindenképpen felkérhető jelenet kell tenni. Én is újra beszélünk a múzeumokról, én itt múzeumokról, pénz hiányában vezet a kompetitíve. Egy mondatot, amit mondanám erről. Nem csak a múzeumokról van szó, hanem a megyei feladatellátás, állami feladatellátássá szerveződéséről, ami együttesen érinti a múzeumokat, a levéltárakat, a könyvtárakat és a közművelődési intézményrendszert is. Most ebben a folyamatban egy rendkívül érdekes módon egy kettősség alakult ki, amit nem is igazából lehet közigazgatás szervezésileg sem érteni, hiszen a megyei levéltárak és a megyei közművelődési intézmények, illetve feladatot ellátó szervezetek a minisztériumhoz kerülnek, még a könyvtárak és a múzeumok a megyei jó város fenntartására kerülnek. Volt erről egy parlament, a Kulturális Bizottság Ellenőrző Bizottságával egy egyeztetés, ahol például a múzeumosok kifejezetten azt kérték, hogy nem megvalósítható a feladatellátás,
megyei jogvárosoknak, hiszen a múzeumi feladat legyen ez egy ásatás, legyen a múzeumi értékeknek a karbantartása, restaurálása, ez kifejezetten egy szélesebb kört érint, nem beszélve arról, hogy a múzeumot nem csupán annak az a 19 megye, hanem minden múzeumnak sokkal több helyi múzeuma van, és a kormányhatározat úgy szól, hogy azok pedig a területen működő önkormányzatok fenntartásába kerülnek. Hát teljesen ez az alatt. Teljesen ez az alatt. Ugyanez vonatkozik valamilyen vonatkozást mondjam akkor a könyvtárakra is, mert ott is a megyei feladatellátás megkérdőjeződik. A megyei közművelődés vonatkozásában nagyon nehezen valósítható meg, hiszen összevonások történtek múzeumokkal, megyei könyvtárakkal, tehát akkor mi lesz ezeknek a megyéknek a sorsa. Azt hallom a levéltáros kollégáktól, hogy ők pedig azzal nem tudnak egyetérteni, illetve nagyon nehezen tudnak együttműködni, hogy a jogi önállóságuk megszűnt, és gyakorlatilag az országos levéltár hatáskörébe kerültek. Hát majd vissza fogunk térni, mikor lesz egy picit, de most azt adom át a szót, hogy a színházakban mi történt, az valamiért látványosabb történet talán, nem a film is, mint például a múzeumok és a közművelődési intézmények. Lehet-e globalizálni a színházakon, vagy színházakon történeteket, és szimbolizálni? Egy picivel városabban, mint két terület képviselő, tehát egyrészt a színházak képviselőjén, másrészt pedig a művészeti felsőoktatás is érdekelt vagyok. Mind a kettő területben kétszer folyamatról kéne beszéljünk. Az egyik egy olyan folyamat, ami már 2008-2009 óta folyamatosan tart, és ez egy kétségbejtő folyamat, tehát a leépítés a dolgoknak. Egyre a gazdasági válság következtében egyre kevesebb pénz, és mivel kevés a pénz, ezért a kultúrából, az oktatásból könnyen pénzt elvenni. Másonnan, vagy legalábbis onnan is kell, és ezért egy folyamatos fosztogatás és a rombolás zajlik. Tehát magyarul ez nem egy kormányhoz köthető dolog, sőt azt kell mondjam, hogy ebben az előző rendszer, az előző kormány, és a mostani rendszer, a mostani kormány nagyon hasonló gesztusokkal él, hogy az előző rendszerben 70 milliót vontak el az egyetemtől, vagy később már a rendszer a váltás után, hogy így nevezem ezt a mostani időt, ebben akkor 105 milliót mondtak el, most pedig a következőben 245-t fognak elni. Tehát azt jelenti, ez egy fejlődés, de lényegében a gesztus ugyanaz, csak mondjuk nagyobb a mellény, a bátorság, vagy nagyobb a baj, azt is lehet szerint. Ez egy kétségbejtő folyamat, a másik folyamat az túlmenően abszurd, és tanulmányozni rendkívül élvezetes, mert ez az a helyzet, ahol ebben a leromló és széthulló állapotban egy bizonyos, ugye azt is adom azt, hogy nincs kultúrpolitika, valóban nincs alapvető kultúrpolitika, de mégis vannak lobbik, véleményvezérek és hangoskodók, akik tudnak maguk mögé táborokat állítani, vagy forrást teremteni, és itt furcsa módon itt jönnek létre olyan konglomerátumok, amelyek már elkezdtek létrejönni, de azt szeretném még előtte elmondani, hogy ennek még nagyon az elején vagyunk. Tehát ez még sokkal, de sokkal rosszabb lesz, mint ahogy most van. Most térek rá, tehát ez így az elején, bevezetés tárgyalásban. Színházak területén az elmúlt 20 évben volt egy bizonyos értékközösség. Nagyjából mindenki tudta, mi a jó, mi a kevés jó terület, és a művészi területen soha nincsen igazi, abszolút jó, mindig vannak ízlések, amelyek más gondolnak, de mégis van azért valamiféle alapvető konszenzus. Na most, nem egyszerűen elitváltásnak a szándéka történt meg, hanem egy teljes értékváltás szándéka, ami azt jelenti, hogy kultúrpolitika címén, vagy kultúrpolitika ürügyén véleményvezérek és hangoskodók megpróbálnak úgy tekinteni, úgy
hogy mintha minden, ami eddig érték volt, vagy annak a döntő többsége nem volna érték, és az csak karanténba zárt, eldugott dolgokat végre felszabadítanánk, amik az igazi értékek. Ugye hát a nyugat helyett alapkelet, mondjuk például, vegyük egy ilyen meglátás például. Na, hogy térjünk a színházba. A színházban ez úgy jelentkezik, hogy még az előző rendszerben, de már a Fidesz önkormányzatoknak a jelentős megszakadása idején elkezdődött a Fidesz-hű és a Fideszhez kapcsolódó emberek színházvezetői való kinevezése, egy térfoglalás, ugye úgy nevezik ezt, most egy térfoglalás, és itt nagyon fontos, hogy az itt a kultúrpolitikai álláspont, amit persze nem egy miniszterképvisel vagy egy államtitkár, hanem az, aki magát itt kinevezte és el van fogadva, mint véleményvezér, hogy itt egy nagyon szűk csoportnak az ízlése diktált, és ez az ízlés diktátó az ennek következtében értékek, ezek nem azonosak az objektív értékekkel, és hogy legyen egyenlőség, és hogy a másféle ízlés. Na most itt kódolva az van, hogy a globalista és hazafiatlan városiak, nyugat felre húzó és a világban kacérkodó városias értékvilága jelenik meg azokban a színházi előadásokban, azokban a színházakban, amelyek köpnek a hazafiasságra, a magyar értékekre, a magyar kultúrára és a magyar múltra, és ezzel szemben, hogy a vidéken kell megteremteni az ezzel ellentétes színházat, ami így a magyar értékek, a magyar múlt, a konzervativitás, a szeretet, a pozitivitás és a közösséges színháza lesz ebben az individuális, gőgös, döjfösen öfeszkedő liberális művészekben. Na most... Kis ellentmondás persze, hogy a vidéki színházakat is átalakították, onnan is elküldték, és oda is másokat helyeztek az előadatok helyett, tehát még csak az sem mondható, hogy a vidéki színházakkal kapcsolatosan érvényes lehet. Azt történt, ahogy ez a fajta új értéki világ megteremtése vidéken kezdődött, tehát ott tud elkezdődni, ahol az önkormányzat Fidesz érdekeltségű volt. Tehát ez egy dolog, ez most egyre hatalmasabb, az úgynevezett teátrumi társaságban tömörültek azok a színházi emberek, akik úgy gondolják, hogy az ő általuk képviselt érték fontosabban. Ez egy nagyon érdekes esztétikai helyzet, amiben azt lehet mondani, hogy a teátrumi társaság vezetője egy olyan színházi ember, aki tulajdonképpen kifejezetten modern és nyelvújító színházi rendező, Vinyánszky Attilának hívják, és ő szervezte meg maga körül azokat az avit, sértett, olcsó, üzleti színházi embereket, akik avit, sértett és olcsó üzleti színházat csinálnak, vagy egyszerűen csak hagyományos, vagy tradicionálisak, de semmiképpen sem valami különöset vagy újítót, esetleg néha kicsit hasonlóak, mint egy Pécsi Színházi Egyéb előadása, de ezt valamilyen ideológiai harci jelszó alatt, és minthogyha itt tényleg egyre történetet kéne elfoglalni. Na most ez a színházi társaság, ez nagyon nagy hatalomra fog szertenni, ugye lehet tudni, hogy ők nem látszik a lényeg, az ők közülük levők fogják a jövőben finanszírozni, ők felosztani a pénzeket a színházaknak. Jön egy olyan besorolás, amit már lehet tudni, hogy a nemzeti, a nem tudom mi a másik, kiemelt, és a normális színházak, és ahhoz képest fognak finanszírozni. Nem van egy csalva. Tehát azok a színek, akik csak pályázatunkjaiknak viszont, ugye, miknek pedig kapják a pénzt. Aztán egy új jelenség, például a Pesti Színházak, akik ugye így aztán többi jelenségnek tekintenek, mert azok nem a teátrumi társaság tagjai. Ezzel szemben most ilyen a Bereményi Géza vezetésével létrejött a Tália Színházból egy olyan befogadó színház, ami egyidejűleg egy társadalmat toboroz, ebben a Kálomista Gábor az igazi vezető, ugye ki nem látott már nála az autentikusabb színházi szakember, és őhoz létre egy olyan konglomerátumot, ami egyszerre befogadó színház, ugyanakkor rádióstúdió, ahol ugye az utcában is majd lehet látni a felvételeket, ugyanakkor szerződéseket kötöttek televíziókkal, tehát az oda szerződő színészeknek, mert szerződtetik őket, milliós gázsikkal szerződtetik őket, hogy ne kelljen versengeni más színházakkal az egyeztetésben, nekik tévéjátékokat ajánlanak,
mindent felvesznek, a vidéki színházak előadásait felveszik, oda látogatnak, tehát szerveződik egy nagy hadsereg erre, sok-sok pénzre is minden. Na most itt van egy érdekes helyzet, tehát, hogy egyfelől ugyan nincs pénz, és az előbb említett kétségbejtő folyamat következtében minden a színházaktól pénzeket vesznek el, művészeti egyetemektől pénzeket vesznek el, közművelési intézetektől pénzeket vesznek el, másrészt titozatos csatornákon viszont nagy pénzeket ajándékoznak meg olyan híveket, akik aztán az ő általuk terjesztett ízlés, mert végülis nem kultúrpolitikai, hanem az, hogy ízlés egy kicsit vidékiesebb, kicsit tudatlanabb, kicsit hagyományosabb, tradicionálisabb értéket kedvelő ízlésről, ennek vannak nívósabb képviselés, egészen nívótlan képviselő is. Ez az ízlés fog most teret nyerni, és a következő években, 5 évben, 10 évben ez lesz majd egy erősebb és egyre hatalmasabb. Ő itt be kell említeni ezt a bizonyos művészeti akadémiát, ugye így nevezik, Fekete György vezetésével, ami a Makovecz Akadémia, ami ahol nagyon meg fog erősödni a színházi részleg is, és nyilvánvalóan ő nagyon fontos szerepük lesz abban, hogy mi kiket ajánlanak, pénzosztás, kiket ajánlanak, tanításra, oktatásra, kiket ajánlanak arra, hogy színházat vezessenek. Tehát tudja, minden, ami színház, egy olyan társaság fog diktálni, akinek a mai színházi világról, a mai színházi valós folyamatokról, a valós színházi értékről nincs igazán tudomása. És itt nagyon érdemes megnézni az Echo TV-ben, akinek van hozzá ideje, gyomra és szenvedélye, az interneten, az Echo TV-ben nézhet ilyen érdekes kulturális beszélgetéseket. Van egy olyan csúcs filmszínház muzsika és egy cseh irodalom, ez a jó ízlésű cím mögött. Valódi nagyon érdekes riportokról lehet olvasni, lehet hallgatni, olvasni, és tessenek szívesen meghallgatni a Fekete Györgyel készült interjút. Hogy van tekintve a kultúráit azon belül, hogy van tekintve, hogy miről szól a mai színház, főleg itt Budapesten. Tehát van annélkül, hogy a színház azokat látogatnál, de van róla egy visziója. Köszönöm szépen, Török Andrássé az utolsó szó ebben a körben, akiről azt kell tudni többek között az, akiről vagy valamikor kulturális államtitkárként hozott döntéseket az előző, ahogy a sárvalasabb rendszerben, de a jelenlegi legfontosabb tevékenysége a kultúrafinanszírozás területére, vagy annak az azzal való gondolkodásra koncentrálódik. És azt gondolom, hogy elég sok tapasztalatot szerezzél András az elmúlt években arra vonatkozóan, hogyan alakul a kultúrafinanszírozás sorsa, mind annak tükrében, amiről itt már szó volt, meg ami itt az elmúlt években történt és történt. Nehéz dolog a Sáv Tamásnak beszélni. Igyekszem akkor rövidségemmel kitűnni, hogyha szenvedélyemmel tudok kitűnni. Úgy látjuk, próbáltuk megbecsülni ma délelőtt egy külföldi előadáshoz, hogy a kulturális minisztériumhoz tartozó a rendszerváltás előtti 100 milliárd forintos ahhoz közeli költségvetés, az nem sokkal a 70 milliárdra csökkent, így becsüljük, de rengeteg olyan tétel van, amit nem látunk pontosan, és nem látszik egész pontosan. De megpróbálok a kaptafánál maradni, mi egy gyakorlati kis szervezet vagyunk, és az a célunk, hogy a kultúra magántámogatása növekedjen, és itt nagyon keveset tudunk tenni, mert a válság bejövetelekor megfagyta az állapotok, és míg a válság enyhült volna, addigra a pártunk és kormányunk által bevezetett különadók, azok sebészi pontossággal telibe találták a nagy szponzor cégeket, tehát a pénzügyi cégeket, a telekommunikációs cégeket, az energia cégeket. Tehát úgy érzem, hogy szponzoráció szempontból, ugye talán már elterjedtek ezek a szakkifejezések, hogy a szponzoráció az egy érdek mentén adott támogatás, az egy szerződés alapján nyilvánul meg azok és kapok, az megfagyott egy elég alacsony szinten, és most mondjuk, hogy én inkább egy rövid lefolyású jégkorszakot látok most, nem csak,
nem csak fajlott állapotokat. Tehát mindig, amíg ezeket a külön adókat ki nem vezetik, addig a szponzoráció alacsony szinten vagy be. Most mecenatúrának hívják azt az értékmentes adományozást, amit a rendszerváltás után a nagyvállalatok is adtak. Ez egy szereptévesztés volt tulajdonképpen, hiszen egy nagyvállalat a részvényesek pénzére azt nem szabad, hogy mecenatúrának költse, ez nem helyes magatartás szerintem. A nagyon jómódú magánemberek azonban nem rendelkeznek azokkal a pénzösszegekkel, amelyekben lényegesen bele tudnak szólni a folyamatokba. Különösen nem, hogy már az előző kormányok idejét a magánemberek által adott adókedvezménnyel elismert támogatást először 50 ezer forintra csökkentették, majd nullára. Tehát pillanatnyilag, hogyha egy magánember kulturális célra vagy bármilyen jó célra pénzt adományoz, akkor semmiféle adókedvezmény nem vehet igénybe. De ezt nem a jelenlegi rendszer rovására kell írni, ez már így volt az előtt is. A jelenlegi rendszer is nagyszerű koporsó szögeket vert a magyar kultúra koporsójába. A különböző távozó elnökünket érintő ügyek miatt kevés figyelem fordult a közhasznú szervezetekről szóló törvény változtatására, amit kivételesen bizonyos szervezetekkel hosszan vitattak, mert a nyár közepén, július közepén egy hét állt rendelkezésre, hogy bárki javaslatokat küldhessen, mi be is küldtük a javaslatainkat, de nem látjuk a mi javaslatainkat a végső változatban, azok teljesen fölforgatták a közhasznú rendszert, eltörölték a kiemelten közhasznú státuszt, bár azt mondta a kormány, hogy 2014-ig semmi sem változik, de két héttel ezelőtt az adóhivataltól jött egy világos állásfoglalás, hogy ők úgy értelmezik, hogy most már ezek megszűntek. Ez azt jelenti, hogy egy kiemelten közhasznú szervezet, mint például mi is non-profit szervezetünk, és ha mi fogadtunk el adóhányt, akkor nem 100%, hanem 150%-nyi adóigazolást adhatunk ki. Viszonylag kevés, de a cégbíróság által kiemelten hasznosnak tekintett szervezetek, nem csak a kultúrában, máshol is, ezek most elvesztették egy tolvonással ezeket a kedvezményeket. De tudom, hogy nem van az délután kell tartani, ahogy ezt kedvesen lelkünkre kötötted. Én azt gondolom, és a mi kis szervezetünk azon munkálkodik jelenleg nagyon alacsony hatásokkal, hogy az államtól nem szabad sokat várni, és akkor lesz a magyar kultúra sikeres és fenntartható, hogyha magánalapítványoknak egy hálózata jön létre. Ettől egyre távolabb kerülünk Magyarországon, ahhoz sikeres és kiszámítható gazdaságpolitika kell. Tehát én rendkívül pessimista vagyok, és úgy érzem, hogy egyike vagyok annak az 5 millió múzesnek, aki már soha nem fogja az ígéretet meglátni, mert még a régi rendszerben. De dolgozni mindig nagyon érdemes, úgyhogy nagyon sokat dolgozunk, és egy-két apró sikerrel is értünk, például az Aviva képzőművészeti díjnak a kitalálása, megvalósítása, majd azonban már a pillanatok miatt megszűnt, hiszen a szponzoráló angol tulajdonú biztosítótársaság veszteséges lett, és természetesen nem tudta így folytatni a képzőművészeti díjat, de egy sereg ilyen tervünk van, és nagyon sokat tudni, és nagyon érdekesen. De nagyon pessimistán beszélni a hátalatokról. Most meg sem hallgatjuk el, ugye én is ismétlem, hogy nem van, az délutánról van szó. Most a helytához fordulok, a szervezők között, hogy van-e még egy kis időn, hogy akkor azt a Mássáni kört is, mert nagyon sűrítve és lényegetően még így csináljuk. Mert a második körnek ugye az lenne a lényege, hogy ebből a felvázolt gyönyörű helyzetből ki merre látnak bármiféle képutat, vagy merre kéne egyáltalán elindulni, miféle gondolkodással kéne haladni, amelyel esetleg reménykedtem. Akkor Sándornak adom megint a szót. Ugye, többször elhangzott ez a kérdés, és az bizonyos, hogy gazdasági és politikai téren ez nagyon messze menő. Gazdasági elitváltásról talán kevesebbet tudunk, de eléggé nyilvánvalónak tűnik. A kulturális elitváltásnál most, ahogy hallgattam a ti szavaitokat, az a benyomásom támadt, hogy ez is előbb-utóbb be fog következni, ha lesz idejük rá. Valahol ez előbb van, ahol van egy ambiciózus, tehetséges akarnok. A színháznál nyilvánvalóan. Van, ahol abban az értelemben egyáltalán nem látszik, mint a film
Kertnél, mert ugye egy hírbe került a dolog, egy amerikaiban szocializálódott producer kezébe, és nem tűnik úgy, hogy megjelentek volna az alternatív lehetősége. Bár történetesen Vidnyánszki is csinál filmet, azért tegyük ezt hozzá. Tehát azt mondanám, hogy ha lesz idejük, akkor a kultúrában is természetesen ez be fog következni. Irodalomban nehezebb, mert nehezebb mondjuk Nádas Péterrel és Eszterházy Péterrel Szent Mihályi Szabó Pétert állítani szembe, ezt talán sokan még ott sem veszik komolyan, ahol... A Péterek, ugye? Most azt mondanám, hogy tehát magyarul a kérdés tényleg az, hogy van-e idő, hogy lesz-e idejük rá. Mindenki szkeptikus, én is szkeptikus vagyok, de azért azt mondanám, hogy ez a Schmidt történet valamit mutatott abból, hogy milyen hihetetlen merevek és rigidek, hogy mennyire nem képesek ott se veszteni, ahol evidensen lehetett volna veszteni, hiszen ha januárban ez a dolog kiderül, akkor abban a pillanatban el lehet ennek az embernek a kezét engedni, lássuk meg, hogy lopott-e vagy nem lopott, és akkor nincs veszteség, ugye? Sőt, talán inkább nyereség van, de még ebben a kis és igazán jelentéktelen kérdésben sem tudnak veszteni, és ez talán bizalomra vagy optimizmusra adott. Azért még magadnál kérlek, hogy a mikrofont egy pillanatra, mert ezzel a felvetéseddel elindítasz azért itt egy lavinát, az az érzésem. Ugyanis ha ez így van, ahogy megmondod, hogy lehet a pessimizmus helyett ilyenfajta reménykedéssel gondolkodni, akkor légy szíves és mondd el, hogy amennyiben ez valóban úgy történne, hogy mondjuk záros határidőn belül mindaz, amiről mi most beszélünk, átalakulhatna, akkor azt hol kéne nagyon gyorsan elkezdeni? Erre nem lehet vállalkozni, de az világos, hogy ugye mi mindig, és ugye teljes joggal a pénzhez rendeltük a kultúrát, de hát valóban nagyon valószínű, hogy a következő években ez másképp fog történni, tehát lesz megint katakomba művészet, lesz megint nagyon olcsó művészet, lesz megint költség nélküli művészet, és akkor megint az irodalom fog jól járni. Akkor kiegészítésben elmesélem, hogy a Gödör Klub, amelyet ugye ugyancsak átvett a hatalom valamilyen szinten, átköltözött egy lakásba, és ők úgy nevezik magukat, hogy ez megint egy repülőegyetem, amilyet annak idején a 60-70-es évekből már jól ismertünk, tehát mintha visszamennék az időben néhány évtizedet, és megint mindent lehetne kezdeni előre. Ez is reménykedő, nem? Hát Körös Marti azt itt mondta, hogy menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Márti. Hát én abban a szempontból optimista vagyok, hogy a zenében nem lehet ennyit látást végrehajtani. Szóval annyira abstrakt, hogy ez egy kicsit ellenben, de a zenében a minőség az annyira egyértelmű, hogy röleg volna, hogyha valamit a lecserélnének másra. Szóval nem lehet, hogy ez a zenében. A minőség a zenében. Na most persze az intézmények vezetőit azt le lehet váltani, persze, de nem tudja a tartalmat megváltoztatni. Tehát a fellépő művészek azok ugyanazok lesznek. Nem így látják a jelenlévők. Én nem adnám el azért még egyelőre a vitát a másik oldalon ülőknek, de mindjárt oda is eljutunk. Az asztalnál lévők mit gondolnak erről, hogy nem lehetett például a zenében. Hát, ahogy az Eszterházyt vagy a Nádas Pétert nem lehet lecserélni Szent Mihályi Szabóra, szóval a zenében is. Nem lehet lecserélni, de odaültetni a koncertterembe lehet olyat, akire azt mondják, hogy ő a jó, és nem a másik. De a közösség röhögni fog.
Tényleg azt lehet, hogy megnyerezteni az érvényesítését az egészségeknek, ebben bennem persze szorul. Na most, ami a pénzügyet illeti, viszont én azt nem értem, ha valamit tehetünk egyszerűen, hogy a tudatba valahogy belesújkolni, hogyha mi itten ilyen nagy gazdasági szarkon vagyunk, hát hogy lehet ebből kimenni? Hát minden gazdasági teljesítménynek szellemi teljesítmény az alapja, szóval itt fejben kezdődik a gazdasági teljesítmény. Tehát soha ez a gazdaság nem fog kilábalni, hogyha az oktatást és a kultúrát nem finanszírozok, akár erőn felül. Tehát, hogy pont onnan veszük el, ami az állóra lenne annak, hogy ebből kilábalhassunk valaha is. Ezt én soha nem fogom megérteni, szóval én egy jelszót bedobom. Építsetek zeneiskolákat, akkor börtönöket már nem kell. És a többiek mit gondolnak erről, mert itt kaptam egy javaslatot, hogy engedjem, hogy a többiek is beszéljenek. Lehet vitatkozni. Jó. Olyat mondja Józsi, ami jó, akkor van egy realista változat, meg van egy optimista változat. A realista változat az az, hogy a jövőre a Ludwig Múzeum éléről is eltávozik majd a Bencsik Barnabás, mert már nem lesz ott, akkor nagyjából a kortárs magyar művészeti intézményrendszert kezdhetjük újra építeni nulláról, alternatív intézményrendszer kiépítése fog folyni. Valószínűleg pici galériák, igen, pici galériákkal, non-profit szervezetekkel, plusz ezt még megsegíti valószínűleg a 80-as évek végéről jól ismert katasztrófa turizmus, tehát a külföldi, már most is érzünk, hogy nagyon nagy előszeretettel jönnek a külföldi képzőművészeti szakemberek és művészek is Magyarországra az utóbbi időben. Bennük a kapcsolatot jól meg lehet teremteni, nagyon sok művész fog kimenni külföldre érvényesülni, világhírű magyar művészek lesznek, kicsit a Breuer Marcel, Novolina, tehát ez a vonal. Ez jó, igen, ez jól mutat, majd lesz mire büszkének lenni 100 év múlva, aki megéri. A másik az optimista verzió, ami mondjuk hát egy 2-3 év múlva léphet érvénybe, az az, hogy teljesen lerobban most minden, ez a individuálishoz tartozik, a múzeumrendszer, sok minden, és aztán valakik ezt belátják, sokan belátják, és akkor keletkezik egy olyan társaság, vagy egy olyan kultúrpolitika keletkezik ebből, amely nem 2 évre, meg nem 1 évre, meg nem 1 hónapra tervez, hanem mondjuk 7-8 évre. És akkor azon belül már el lehet gondolkozni mondjuk a múzeumok átalakításán, és a rendszereknek a kiépítésén, amelyek nem ilyen nyugodtabok, mint ez volt. Az önrendes beruházás között mikor van? Én 2 évvel ezelőtt írtam egy cikket, ez az elmúlt 20 évről az intézményrendszer változásaival a képzőművészet területén, és magam számára is megdöbbentő volt a konklúzió, ez 2009 vége volt, hogy mennyire törékeny az a rendszer, ami ez alatt a 20 év alatt létrejött. Ezt írtam a végén, hogy egy tolvonással gyakorlatilag megszüntethető pillanatok alatt. A demokráciára ugyanúgy vonatkozik. Úgyhogy ezt kellene valahogy újra gondolni, ez az optimista verzió, hogy erre képesek leszünk, ennek az újra gondolására mondjuk egy kulturális kerekasztal keretében. Hogy egy ilyen nemtelen összehasonlítás van, hogy mi az érték. Tehát az érték válság az nem most kezdődik, csak ez a kulturpolitika rá tud épülni egy olyan sértett, az értéket máshova próbáló helyezni tendenciára, amely egyébként a Kármán is az egyik ellenjárója volt, amit kiderül mindenhova bepasszol. Magyarul, hogy azok az árfilmek, amik a magyar filmnek a rangját nemzetközi szinten megteremtették, és képviselik most is, hogy azok vajon értékesek-e, mert hogy a kereskedelmi televízió és az egyéb kulturális, vizuális fertőző bázisok által tönkretett nézői, hogy mondjam, intelligencia, amit egyébként nagyon könnyű önfetelésünk fertőzni, mert azt mondod, hogy a néző ezt akarja, a néző azt akarja, amit kap. És mindig, hogyha egy kicsit alábecsülünk, akkor még lejjebb akar menni, senki nem akar a nagyobb ellenállás irányába menni természetesen. Tehát
művészfilm és közönségfilm, ami egy ostoba kifejezés, mert egy kifejezés nincs, minden film közönséghez szól, nem ugyanaz a közönséghez. Tehát itt történik a ravasz összemosás, hogy ez nem most kezdődött természetesen, innen van a sértettség. Magyarországon egyébként majdnem jó irányban megy a dolog, tehát az Andy Vajna, aki amerikai producer, tulajdonképpen, hogy egy iskolát fejlesztene, ahol a magyar, műfaji filmnek az irányait próbálná fejleszteni, ami egy gyerekszipőbe jár, tehát gondolok arra itt, hogy kell egy thrillert megcsinálni, mi a feszültség teremtésnek az eszköze, hogy kell egy égjáték forgatókönyvét megint, akkor ez még hasznos is lenne. Az, hogy ő azt mondja, hogy most van az origó, és minden, ami ezelőtt volt, amit a Tamás mond, hogy minden egy új időszámítás kezdődik, tehát lement a redőny, ami eddig volt a szar, ami most kezdődik, az meg majd meglátjuk, hogy milyen lesz, szerintük jó, szerintük meg nem. De hogy körülbelül így gondolkodnak erről a dolgot, tehát hogy a kontinuitás legyen megszüntetve. Na most a filmnél ez nagyon könnyen kiászható, mert a közönség nehezebben hallja meg azt, hogy mi az, ami nem jó, és hát ugyancsak az Echo TV-re, ami a gyűlölet papjai szólnak ott tulajdonképpen, a hétköznapi gyűlölet papjai, és ezek a közönség betelefonálós ízek, amiket érdemes végighallgatni egyébként, nem bírja az ember sokáig. De hát ott termelődik az a közönség, aki aztán jön, nézi, és örül, és bátran mocskolja, és nagyon nehéz. Most még egy dolog lehet. A kérdés az, hogy éppen ennek az ismeretében, te például, aki Tartévárával közösen létrehoztál, és létrehoztatok egy... 10 euróban, igen. 10 eurós közösséget, hogy én nekem ez rettetlen tetszik, és szerintem erről érdemesebb beszélni most, mert azt mondja, hogy kiutat érdemes ebből valamelyest. Hát az kiutat jelentette, de az igazán jól egy gesztus. Tehát ez egy gesztus, hogy honnan töltött föl a pénzt. A Tarvilány ment és tárgyalt az Endi Vajnával, hogy osszák meg a pénzt, hogy osszuk fel a pénzt. Mi volt a válasz? Hát az, hogy egyébként meg mi. De feltételezem azt, hogy nagyon nagy kérdés, hogy az Endi Vajnával, hogy van-e pénz. Tehát ne felejtsük el, hogy az Andy Vajna által létrehozott konfiguráció, ami egyébként a stúdióvilágból ismeretes, annyi a különbség, hogy egy stúdió. Tehát most, amikor a stúdiórendszer volt, akkor 5 stúdió volt, tehát kifogtam mondjuk az egyik, de akkor elmentem egy másikhoz, ahol egy másik stúdióvezető irányított, ott egy másik ízés király képviselő. Itt most egy ízés van, az a probléma, hogy ugye a magyar filmalapítványnak volt egy úgynevezett filmvagyona, ami a filmgyárból, a laborból, és a Fódi műtermekből áll, amely 10 milliárdos vagyon. Na most létrehoztak egy részvénytársaságot, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy miután most a törvény kimondta, hogy a magyar mozgókép alapítvány megszűnt, és ezt a bizonyos filmvagyont át kell adni a kötelező jelleggel az MNF-nek, most kíváncsi vagyok, hogy az MNF miután ezt megkapja, akkor úgy utána hogy fognak ott a vezetői struktúrák megváltozni, tehát hogy valójában miről van itt szó, filmet akarunk csinálni másmilyen filmeket, úgy tűnik egyébként, hogy nem. Másokat küldik a pénzt, azt akartam mondani. Nem, hát 10 milliárd elkerül, és zsebbe kerül. Tehát de oda kerül, ahova akarjuk, azok jó terveknek. Nem, meg, hogy elmondott, hogy a ti Tarvérával közös elképzeléseteknek mennyi a realitása, merre felé mentek ti, azzal vagy ez csak egy látványpésik. Hát nem látványpénység, de hát honnan tudunk, tehát Európából honnan tudunk pénzt szerezni ahhoz, nem, hogy... Nem. Hát lehet, hogy tudnánk, de hát egyelőre sok szempontból nagyon rossz híre van a magyar gazdaságnak, meg az egész magyar politikai életnek, hát nagyon kockázatos élet. Hát jó, de hát nem elválasztható. De hát amikor egy pillanatra le lehet húzni a redőnyt, és beszületes producereknek, ugye, mert ne felejtsük el, hogy a film az nem egy év, nem naptári évben készül a film. Egy filmet 2 évig készítek elő, 7 év alatt folyamatosan teszek bele pénzt. Bárhol, ahol rovancsot csinálok magyarul azt, hogy lezárom és megnézem a számlákat, mindenképpen hiány fog keletkezni. Egyszerűen objektíve ez maga a folyamat, mert egy film folyamatának a végén teszem vissza a pénzt, tehát ez volt az a csúsztatás, ahol mindenki meg lett vádolva. Na most egy olyan helyzetben, ahol a producerek, akik már nemzetközi pénzeket is veszettek, ott ígérvények vannak, színészek vannak vetődve, produkciós, stb. Ott hirtelen elakasztani az egészet, ez egy olyan rossz hírnevet kelt ennek az egész szakmának, amikor a külföldi beszállók... Akkor is az a tapasztalat, hogy az utóbbi időben a külföldiek sem akarnak magyar film készítőknek pénzt. Hát mindenképpen nagyon kockázatos, mindenképpen nagyon kockázatos. Az van előbe, mondjuk aki időben fölismerte a helyzetet és eltávozott, de hát esélyileg nem, mert ugyanezen a filmszemre idején rendezett kulturális megbeszélésen a Szőcs Gézának volt még egy mondat, hogy Bartók Géla akkor lett híres, hogy külföldre ment. Hát akkor, és ott ültek a mi tanítványaink a Tamással, ugye a
főiskoláról, és hát eléggé furcsán néztek vissza, hogy akkor most hogy is van ez. Hát ez egy magas labda volt, udvariatlan volt elütni, de hát ez azért nem lehet, most akkor mindenki menjen. Tehát ezért remélem, hogy nem így fog történni, és nem ez a kultúrpolitika lesz az irányadó. Szóval ez egy nehéz. Neked ilyen közelésében van, hogy kéne elindulni annak ismeretében, amit elmondtál, van-e út bármire? Hát nagyon nehéz, itt mindig a pénzről beszélünk, és folyamatosan visszatérő kérdés a pénz, és én azt mondtam, hogy a közművelődés az egy helyi tevékenység, és az önkormányzatok által tartott, hát a forrásokat is folyamatosan eltűnőben vannak. De azt gondolom, hogy egyrészt egy nagyon-nagyon széles körű összefogásra lenne szükség. Ugye az nem ismeretlen, azt gondolom, se egyetlen egy ágazat szereplőjétől sem, hogy mondjuk a szakmai párbeszédek megszűntek a döntéshozatal előtt. És én úgy gondolom, hogy ezt a hiátust ezt egyszerűen tudatosítanunk el, és azt kell mondanunk, hogy igen, hát akkor üljünk össze, ne csak akkor, amire összegítják. Mit kéne, hogyan kéne ezt konkrétan megtenni, milyen lépéseket? Én azt gondolom, hogy a kultúra szereplőinek kellene összeülni. Tehát üljön oda a zene, a képzőművészet, a film, és lehet, hogy előtte ki kell olvasni azokat az apró lépéseket, ami a szakterületeken nagyon-nagyon fontos és megoldandó probléma, és ezt próbáljuk meg közösen egyeztetni, hiszen valamiféle finanszírozási modellt, új modellt kell kialakítani, hogyan lehet megjelenni azoknak a természetesen alapfeladatoknak, amelyek a legkisebb települési viselőknek, és milyen támogatottságot lehet szerezni azoknak a művészeti tevékenységeknek, ami rendkívül fontos. A jelenlévők fúlogatnak. Van bárkinek ötlete arra, hogy konkrétan mit lehetne tenni ennek érdekében? Ahogy most Eva mondott a közművelődéssel kapcsolatos keresésben. Én elmondok egy példát. Jó ötlet, amit mi most próbálunk megszervezni, ez is egy ilyen alapítvány létrehozása, aminek viszont az lenne a célja, hogy megszervezzük a helyi kis közösségeket. Ugye észak-európai példákat mondtam, hogy ott az aktivitás a demokráciáról való demokrácia, demokratikus részvétel milyen magas színvonalú, ott évszázad óta szervezik a tanulóköröket. És nem az a kérdés, hogy most a kerítésfestést tanuljuk, vagy Shakespeare összes olvasunk, hanem az a kérdés, hogy közösen dolgozzunk fel valamit, egymástól tanulhatunk. Tehát mi most szeretnénk Följák Andrással elindítani ezt a kezdeményezésünket. Minden évben megszervezzük a felnőtt tanulók hetét, ami nem egy iskola rendszerű szakképzést jelent, hanem valamiféle közösségi felnőtt korábbi pénzből. Mi nem már a végzetről vettünk már. Nagyon hosszú ideje, nincsen forrás, hanem nagyon sokféle támogatót szereztünk együttműködések alapján szervezzük, és most októberben, ha minden igaz, talán el tudunk indítani. Ha többet nem, egy 10 tanulókört, ami minta és példa lehet arra, hogy egymástól hogyan tudunk tanulni, milyen értékeink vannak. Tehát a jelenlévőket megkínálunk ilyen tanulókört. Hát például a jelenlévőket is, igen, így van. De tudok olyat is mondani, hogy például Észak-Magyarországon a Cserehátban egy UNDP-ő támogatás keretében elindítottunk egy Csicseró televíziót, ahol helyi gyerekeket tanítottunk meg arra, hogy hogyan lehet egy ilyen kis televíziót működtetni, és gyakorlatilag folyamatosan csinálják. És ebben például a Népszabadság munkatársai nagyon-nagyon sokat segítettek, önzetlenül segítettek. Tehát, hogy léteznek ilyen lehetőségek, csak ezeket a rettenetesen komolyan kellene vennünk, és el kell kezdeni építeni. Tehát ez a két vonal, hogy egyrészt
meg kell találni minden szakterületnek nyilvánvalóan a maga útját, és meg kell találni azokat a kis köröket, amikben létezni tudunk, és másodszor pedig úgy hiszem, hogy a párbeszéd, az együttműködés nélkülözhetetlen, mert ugye itt mindig elhangzik, hogy meg kialakul egy más ízlés, világ, egy más vélemény. Tehát azért vagyunk páran, akik nem fogadjuk el azt, és akkor miért nem lehet egy, nem azt mondom, hogy frontot, egy együttműködés, egy kapcsolatrendszert, egy integrációt, is, hogy mit tudnám javasolni ennek a konkretizálására. Egy integrációt elindítani. Vasár Tamásnak vannak-e hasonló elkészítések, vagy mással indul? Előfelé kell indulni valószínűleg, csak szeretném hozzátenni, amikor erősen azt mondjuk, hogy majd megint jönnek a komba művészet, meg visszavonulunk ilyen kis csoportos művészetet csinálni, akkor ebben a kisándornak valószínűleg igaza van, csak ez utólag már egy ilyen szép és szívetelenkedő történet, hogy 70-es, 80-es évre fölfejlődött, de a 60-as, 70-es években ez még egy ilyen iszonyatosan megborzongató és hihetlen világ volt. Én emlékszem még azokra a lázas és egyfélt alkoholista bőrendési házvezetőkre, akik kis mikrobokat szerveztek, vagy meghívtak egy a mozgó világban feltűnt fiatal ember, vagy a katossági színház körül szerveznek valamit, sokszor belügyi ellenőrzés mellett, retorziókkal, szekélyen nyugodott tudnának, az egészen nem volt, nem volt egyáltalán kész. Bár volt egy úgynevezett kultúrházi rendszer, ami erre mégis valahogy furcsa elmondásként lehetőséget adott. Én emlékszem azokra az időkre, hogy azokban azért rendeletesebb hihetlenség volt, nagyon sokan haltak meg, lettek öngyilkosok, a szegénységben és a méztelenségben kerültek a perifériára, és ott szűkültek el. Nem volt ez egy könnyű világ. Ma már csak a jó, hogy majd szép természül belőle, a repülőegyetemekről, amivel túl sok minden másról. És tényleg ott kialakult tulajdonképpen egy erős és bizonyos pártosszal rendelkező közösség, amelyeknek egyre inkább igaza lett. És egy bizonyos ütletet kapcsolatot teremteni mondjuk a Szabad Európával, amerikai nyugati szervezetekkel. Na most, ami az egyetlen remény az az, hogy most a külfölddel való kontaktus az jóval erősebb és gazdagabb, nem lehet megtéteni az ember külföldre menjen, hogy külföldről visszajöjjön, hogy ott dolgozzon, ő hordi munkáját esetleg külföldre vigye, tehát azok az itthon készítettek külföldön is kialakított filmek, vagy a külföldön készített filmek, és bármilyen olyan produktum, ami egy nagyobb és szélesen nyilvánosságot nyer, az erősíti azt a fajta értékrendszert, amelyik egy időtálló és nem azon a tulajdonképpen egyszerre tudatlanul dörzsölt esztétika rendszeren, vagy világképpen halomszik, mint ami a jelen fennállókra. És az ellen a konkrét fénysor ellen, amiről beszéltél, amikor az ízlés diktátorok, vagy új ízlés terrorbevezető emberek próbálják átadni, hogy az ellen bármiféle taktikai és stratégiai lépések. Kettő dologban, egyrészt kell őrizni azok az intézményeket, amennyire a saját lehet, ahol még megszólalhat az igazság, hiszen még nincsen minden eljogos, sőt azért még sok minden működik egyszer, tehát a színházak azért működnek, szerkesztőségek működnek, minden formák a levegőt, azért csomó minden működik. És itt pedig lankadatlanul kell tartani, ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy igenis a szabadság is körei, a kultúra is körei, az élményeknek, a tudásnak, a tapasztalatnak az átadása is körökben, de szerintem lankadatlanul művelni kell, és nagyon fontos, mert végül is természetesen az érték az nem törik el. Mindig, amikor egy ilyen hatalom rátekintik a véleményekre, és hatalmi és politikai szóval akar eltölteni, hogy mi jó és mi rossz, mert most végül is ez zajlik, akkor lehet ilyet csinálni, hogy ezt kijelentik az ENKO televízióban, hogy mit tudom én, Tarnél az egy idióta, vagy hogy ki ez a nyomorult öreg ember, mondják Kormány Györgyről. Nézzék meg az arcát, szerintem rendkívül nemesen metszett idős arc, de ezt úgy van felállítva, mint a Frankenstein. Tehát lényegében lehet ilyet kijelenteni,
és lehet nem meghallani ezeket a pászó, bármilyen más szó, csak lehet nem teregadni, és ezekkel szemben a hangszóróval felerősített és mindenféle médiumokban közzétett véleményekkel szemben a szabadság is kölei, az internet, mindenféle önkiséget igenis termassátot adni. És ebben persze lesz egy csomó katakomba is, lesz egy csomó olcsó színház, és szegénység, és minden más, és ebben lesz egy csomó szépség is valóban. Én azzal szoktam magamat jutatni, hogy egy országban sokféleképpen lehet jót akarni, és vannak olyan európai országok, ahol a gloire, ahol a nemzet az fontos, és etatista módon zajlanak a folyamatok. Franciaország tipikusan ilyen, a válság során, ha jól tudom, legalábbis ilyen információk jutottak el hozzám, olyan Angliában drasztikusan, Hollandiában is drasztikusan csökkentek a kulturális támogatások, de sok 10%-kal, és két olyan ország van, ahol ez nem következette biztosan, az Franciaország és Finnország valamilyen lehetélyes okból. Nemrég egy előadást tartottam egy szimfonikus zenekari európai konferencián, és akkor a finn képviselő mondta, hogy hát igen, hogy három egymás után évben 10%-kal nőttek a támogatási, de ez most megtorpa, most nem nő semmivel. Mondta, és hát akkor a többi európai országra fölködtek, hogy hát ilyen is. Vagyis Franciaországra visszatérve, ott a kultúra rendkívül fontos, és rendkívül etatista módon közvetlenül Párizsban van szervezve minden. Tehát önmagában ez a központosítás a kultúra szempontjából nem feltétlenül rossz, hanem az a kiméletlen és szakszerűen és hittelen és ki nem vitatott változtatás. Én úgy értem, hogy ez a baj. 2003. augusztus 1-én Franciaországban fantasztikus mezenatúra törvényt hoztak be, ami testvérszervezetünket kérdeztem, hogy hát mennyi ideig tartott, amíg ezt kilobbizták, mondták, hogy 32 évig harcoltak azért, hogy ez a törvény ezt elfogadják, de nagyon boldogok voltak. A bizonyos fajta kulturális támogatások fejében cégek 60%-ot vonatták az adóból, nem az adóalapból, és magánemberek bizonyos esetekben a nemzeti intézmények adományoznak műtárgya, az adóból 90%. Tehát fantasztikus dolgokat, az országról beszélünk. Tehát vannak olyan etatista országokban jól működő kultúra finanszírozó példák, amiket el lehetne lesni, és ha itt lenne több idő, akkor még sok érdekes dolgot mesél. De én nem is csak érdekes dolgokra várnék, hanem egy vagy két olyan mondatra, amely józanul a kivezető utat próbálja befázolni. Van egyáltalán esély erre, és hát te úgy gondolod, hogy a kultúra finanszírozás területén, még ebben a slamasztikának bevezető helyzetben is lehetnek trükkök. De azt nem árulják. Akárkinek. Arra Jánosnak van egy csodálatos sorolom, és nem tudok egész pontosan idézni, de valami szól, hogy 150 év alatti költőről beszélek, hogy vegyük figyelembe, hogy vízből eddig még csak egyetlen ember fakaszta bort. Jó. Ez nem nagyon biztató, és akkor most jön az, hogy a közönségnek fogom átadni a lehetőséget, hogy nagyon essenek neki az összes épülő kedves embernek, és lehet ellenvéleményeket fogalmazni, de lehet javaslatokat is tenni arra, amiről itt próbáltunk beszélni, hogy merre felé lehet elindulni. Tessék, parancsolj! Javasolnám, hogy fogalmazzák meg a nagy négyest. Mit támogat a kormány, mit tűr, mit tilt, és mit vesz tudomást. Kíváncsi lennék rá. Ezt a kormánytól kell megkérdezni. További hozzászólás. Ellenvéleményeket, és az előbb például vitatkozni kezdtek Viktor Mátéval, de aztán senki sem fejtett
ki hangosan. Egy dolgot szeretném nagyon röviden. Egyik, amit Radnóti Sándor kezdett, és a Juli vetette föl, tulajdonképpen a kultúrharc kérdése. Ugye azt mondja, hogy nincs kultúrharc, mert az két fél kell. Én azt gondolom, abban a klasszikus időszakból hozza a példát, amikor a harcoló felek egymás... Még egyszer, mondd az elejétől. Tehát amikor a harcoló felek egymást nem ellenségnek, de embernek tekintették, én azt gondolom, hogy igenis van kultúrharc ma Magyarországon, és itt kijött részét minden területen egy egyszeret kérdem. Én azt látom nagyon élesen, hogy minden, ami a hagyományos, konzervatív kultúrától eltér, annak a talaj alól ki akarják húzni a lehetőséget. Akár a színház nagy, az alternatív független színházak finanszírozását szüntették meg, akár a filmnél biztos lesznek játékfilmek, amelyek fognak támogatást kapni, nem tudom, mi lesz a dokumentumfilmekkel. Ami nagyon fontos volt abban, hogy mi tudjuk, hogy mi történt az elmúlt 20-30 évben, és lehet folytatni a képzőművészetnél is. Tehát én azt érzékelem, hogy félnek természetesen a mai hatalmi emberek a kortárs művészetektől, azok a legforradalmiak, azok, amik mindig újat akarnak, és rázítanak. Tehát én ilyen szempontból azt mondom, hogy igenis van kultúrharc. A másik, ne nyugtassuk magunkat azzal, főleg kultúrás területen, hogy majd elmennek külföldre. Mert azok a műhelyek, amelyek megszűnnek, beszéljünk csak itt a Traforról, hogy attól, hogy a Szabó Gyuri, mert lehet, hogy valóban a Szabó Gyuri helyére bármikit hozni, aki hasonló ismeretekkel rendelkezik, de az, hogy most ott maradt egy intézmény, és nincs meg a második fél évi, ugye a színházi évad indítására a programja, az össze fog omlani. Az a zenei műhely, amely mondjuk, nehogy rosszat mondjak, de ha kihúzzák például a fesztivál zenekar alól a finanszírozást, akkor az kész. Akkor vége, az nem fog újra tudni fölépülni, és egy társulatot szét fognak zavarni, akkor a társulat már nem fog tudni összejönni még egyszer, ott már nem fog az a művészeti érték létrejönni. És aki elmegy külföldre, az lehet, hogy haza fogja küldeni az alkotásait, de az a szellemi zizegés, ami kell, hogy ő itt van, az pedig hiányozni fog. Az jó hatalomnak, hogy elmegy, azért küldték annak idején is előket, de azért az itten hiányzik. Mindenki így gondolja szerintem, és az, hogy ha mégiscsak arról beszél, hogy elmenjen külföldre, az már a kényszer hatása. Adhatom a mikrofont valakinek, aki a további évben hozzászól. Semmi vászló. Minden tiszteletem mellett. Igen, erről adok a pozban, ami közös. Méghozzá az, hogy kultúrás intézményekről beszéltek, és meg kéne értenünk valamit, amit nagyon nehezen fogunk tudomásul venni, hogy ez a vásár egybeesik egy olyan változással, amikor megteremtődtek, és meg fognak teremtődni a kultúra számára teljesen új nyilvánossági terek. Ez egy komoly probléma, amit összevet, ez akár ezt is jelent számunkra, körbeszámítőket is jelentik, ahol az alternatívák, az alternatív lehetőséget megfogalmazódnak, de ha nem akarjuk, akkor is megfogalmazódnak. Tehát én nem, most már egy-két éve inkább kultúra is vagyok teremtő, mint kultúra finanszírozó. Úgy látom, hogy vizsgálnunk kellene azt, hogy a utánunk következő generációk, itt keveset látok most itt, azok voltaképpen a kultúra mely nyilvánosságát akarják és tudják használni. Mondhatjátok, hogy ha nincs teremtő kultúrás intézmény, akkor persze ez a nyilvánosság lesz. De valahogy együtt kell ezt a dolgot vizsgálni. A másik, amiben az más követő magyar kormányok 20 év óta különösen hibásak, vagy hibásak különösen. Ez pedig az, hogy a kulturális értelemben a társadalom már korábban rendkívül módon szép van. Ugye még, mikor kutatásokat végeztünk a kultúrából másokra, akkor azt kellett tapasztalnunk, hogy a felnőtt társadalomnak is, és a gyerek társadalomnak is egy nagy része teljesen kultúramentes helyzetbe került. Lakhelyi tekintve, iskolázottságát, anyagi viszonyai tekintve, és a többi, és a többi. Tehát mikor a kultúrás intézményekről beszélünk, még akkor is Erikának
igaza van, hogy fizikai értelemben létezik a települések nagy részén valamilyen közösségi tér, akkor tudnunk kell, hogy a magyar társadalmak egy nem jelentéktelen része a kultúrához semmilyen módon nem jut hozzá. Már csak akkor jut hozzá, ha a magyar televíziók vagy egyéb televíziók műsorszolgáltatását kultúrának tekintjük, ebbe bizonytalan vagyok. De az egyébként elfoglalja azt a szabadidő kontingenst, amit egyébként erre tudnak fordítani. És lehet, hogy rosszul nyújtunk hozzá sokszor mi is ehhez a dologhoz, bár nekem egyre inkább az a meggyőződésem, hogy épp ezeket a médiákat lehetne és kellene felhasználni, hogy a kultúra valós lehetőségeit közvetítsük, és persze azokat az új tereket, amiről beszéltem, interneteket. Én nem akarom, hogy most ezt végigvitassuk, nincs rá idő. Csak vegyük már tudomásul, hogy minden igaz, amit mondtatok, hát magam is ebben a körben éltem, csak valahogy a kitörési pontot együtt kéne végig gondolni azokkal a lehetőségekkel, kihívásokkal, problémákkal, ami a 20 éveseket, 30 éveseket izgatja. Saját gyerekeimen, bizonyos értelemben volt tanítványaimmal látom, hogy másik világot építenek magukban, a fejükben, és egy másik kultúrát alkalmasint. Köszönöm. Igen, magam, csak azt akarom mondani, hogy nem biztos, hogy olyan nagy baj, hogy helyétül egy egészen másik kultúra, és azt a következő generációt veszik, csak vitatkozom, mint is arra. Nem félek vele, nekem probléma. Hát azt hiszem, hogy van egy másik baj is, és ez a félelem, hogy az emberek, akik tudnának adni, nem mernek. Ezzel nagyon sokat találkozunk például a klubrádió esetében, hogy hát a klubrádióban kimondottan fekete listán vannak. Egyszerűen, akik tudnak, nem mernek adni, esetleg befizetnek egy sárga csekken, de aki ad 10.000 forintot a sárga csekken, az valószínűleg adna 100.000, hogyha nyilvánosan tudná adni, mert azért az emberek szeretik, hogyha van egy kis nyilvánosság. Szóval itt a félelemmel szemben kétféleképpen lehet reagálni rá, vagy behúzzuk fülünket, farkunkat és eltűnünk, vagy pedig, hogy ez egy kihívás legyen. És hogy én dalke adok 100.000 forintot, vagy adok 1 millió forintot, de ennek nincs meg valahogy, senki sem tekinti ezt egy kihívásnak. Hülyének tekintik először is azt, aki pénzt ad bármire. Szóval ezt valahogy be kéne vezetni, hogy igenis adjatok, nem azért, mert ez egy, hogy mondjam, hogy azért adjatok, mert bizonyítani akarjátok, hogy minket nem lehet legyőzni ezzel az anyagi elvonásokkal. Én azt hiszem, hogy tényleg a bal oldalon majdnem annyi pénz, mint a jobb oldalon. Miért van az, hogy a jobb oldal ad, és a bal oldal nem ad? Szóval itt, mert a bal oldal fél. Több igen, és akkor kéne reagálni esetleg, hogyha van bárki erre foglalkozva, viszont válaszom. Van kedves Ámbor? Most nem. Jó, most az András mondta be, éppen arról volt szó, hogy félnek, tényleg a támogatásról, tól, az szponzorációtól, az adománytól az emberek? Nagyszerű magának aranyatokat találkozom a munkám során, a számosságukkal van természetesen baj. Nehéz. A számosságukkal van baj, hogy nagyon kevesen vannak. Egy kollégám azt mondta, hogy vidéken járt gimnáziumba, és akkor állunk az érettségi találkozóra, akkor majdnem mindenki egy kis albummal jött a találkozóra, hogy miféle dolgokat támogatott helyben. És hát a helybeli még festőművész támogatott meg, verses többet kiadását,
a legkülönfélebb okokkal. Nagyon büszke volt arra, hogy támogathatott dolgokat. Mi egy ilyen országos mozgalmat akartunk elindítani, szumárcikupokat akartunk létesíteni a kisvárosokban, amelyen színházba elmentünk. Emlékszem, Jászberényben voltunk egy ilyen nagy vacsorán, ahol a polgármester a 24 legnagyobb helyi adófizetőt elhívta, és elmondta, hogy egy országos mozgalmat mindenben, a Jászberényben az első, az előben, és ott mindenki nagyon megesett, és a második találkozó már nem jött. De nem volt egy olyan ember, aki ezt szervezte volna. Nagyon sok van ennek. A félelem az egyik, a másik pedig az összefogás hiánya talán. Úgy félnek, hogy bizalmatlanok. Ezek szélesebb társadalmi folyamatok, és azt gondolom, hogy ezt a jó indulat és a jó például sajnos pillanatnyilag kevés. De most sokan dolgozunk, mindenki a saját osztján, akkor nagyon jó dolgok születnek. De nem tudok ennél jogosabbat mondani sajnos, akármennyire is szeretnék. És elég okos volt, úgyhogy nem tudunk, hanem még mindig kérdezem, hogy van esetleg bárkinek hozzáfűzni valója, és közül mondhatom egy bárkinek valami olyan ötlete, vagy javaslata, vagy válasza, hogy előbb elhangzottakra, Azt akartunk, hogy beszéljünk erről a probléma halmazról, ami kultúra. Azt gondoljuk, hogy amit írtunk Mottót, Kodály szép szövegét, hogy minden nemzedéknek újra és újra meg kell szerezni a kultúrát, mert az elpárolok, ha nem szerezzük meg. Azt gondolom, hogy felelősségünk van a gyerekeinkhez, unokáinknak, hogy milyen kultúra marad itt, ha itt lesz egy cezúra, egy tolvonás, és jön a gagyi, és jön a szemét, akkor felelősök vagyunk, hogy végül is ezt hagytuk. Mi megpróbálunk, ha mindenki a maga módján megpróbál valamit tenni, nem tudom megmondani, hogy mit, de semmiképpen nem harta tett kézzel sírni és sopánkodni, hanem felvenni a harcot ezzel a borzalmas hatalommal, ami hallottunk, hogy koncepció nélkül, kulturális koncepció nélkül akarja szétvenni a kultúrát. Azt gondolom, hogy ilyen összeérdemelek kellene, mi továbbra is fogjuk ezt szervezni. Megvan az e-mail címünk, ha van ötletek, tehát megkeresni benneteket, ti keresetek meg minket. A Klubrádióban a Vicsek Ferének volt egy jó mondata a tegnapi, vagy a pénteki a polgárgyűli helyen, ő volt a műsorvezető. És egy pozitív mondat, hogy tulajdonképpen ezek 5, meg 7, meg 9 évre bebetonoznak mindenkit, mert félnek. Hogy egyszerűen ők félnek, hogy nehogy egy olyan legyen ott egy pozícióban, akit nem tudnak még a bármit irányítani. Azt gondolom, hogy félnek ők, és mi nem félünk. Ők nagyon félnek. Úgyhogy jobbat nem tudok mondani, mint hogy nagyon szépen megköszönjük, hogy az előadóknak és a kiváló művészeknek és tudós embereknek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és szerintem tegyünk három gondot a végére, és folytassuk.